Üdvözlök mindenkit! Számítottam rá, hogy elutazhatom személyesen is Budapestre. November óta nem jártam ott, tavaly november óta. Rengeteg webinár zajlott idén, rengeteg online kongresszus. Azt hiszem, hogy éppen ideje lenne személyesen találkoznunk. Sajnos Csehországban, ahonnan épp most beszélek, éppen romlik a helyzet. Új szigorítások léptek életbe tegnaptól. Sehova nem mehetek, csak dolgozni. Az éttermek is zárva lesznek mától. Iskolák is. Felkértek, hogy tartsak egy előadást. Chairside CAD/CAM rendszerekről. Ha meg akarjuk értezni az adhezív ragasztás diktált a preparációt, nézzük meg az ő könyveit és cikkeit. Nagyon kevés kép alapján nagyon gyorsan meg lehet érteni, hogy az adhezív preparáció hogy néz ki. Ezzel a technikával nagyon könnyű elkerülni a gyökérkezeléseket is. Annak idején, amikor elkezdtem dolgozni, akkor természetes volt, hogy egy nagyobb munka előtt jó pár fogat gyökérkezelni kellett. Annak érdekében, hogy később ne legyenek posztoperatív panaszai a páciensnek. Manapság szinte semmiféle endodoncé beavatkozást nem végzek. Kivéve abban az esetben természetesen, ha van bármiféle gyulladás. A protetikai ellátás érdekében nem végzünk gyökérkezelést. Nagyon sok fogat pusztítottunk el emiatt a koncepció miatt. És teljesen más, hogy állunk hozzá a retencióhoz is manapság, mivel semmi szükség nincsen makroretencióra, az adhezív technika megengedő csupán mikroretenciót használjuk ki. Chairside CAD/CAM-mel továbbá nem kell ideiglenes pótlást, ideiglenes koronákat, betéteket csinálnunk. Nagyon sokszor csinálunk részleges koronai, részleges borító koronákat is. Csinálunk adhezív hidakat is. Az EMAX-nak hála, és a cirkonnak hála, és a litium diszilikátnak hála, implantátumokra is tudunk protetikai ellátást nyújtani ezzel a technikával. Implantációnál ugye gondolnunk az implantátum pozícióra is, amit ideális esetben a protetika figyelembe vételével határozzuk meg. It's about thinking. If you know
know how the restoration will be placed, what will be the shape of the cervical part, how you need to push the soft tissues, the pink aesthetics, then you are thinking completely different. Ha előre tudjuk azt, hogy milyen behelyezési irányt szeretnénk, milyen szögben kell, hogy álljon a készítendő korona, majd milyen mértékben és irányban.